A futás és a kondi, meg esetleg az úszás, azokat nevezzük alapozó sportoknak. Tehát az arra jó, meg a fekvőtámasz, hogy a testedet fizikailag megalapozd. Ugye a futás, a tüdő, és nem akarom elmagyarázni. De a csapatsportoknak van egy olyan extra hozzáadott értéke, amelyet ha nem csinálsz, nem kapod meg. Tehát nem azt jelenti, hogy aki csak fut vagy kondizik, az rossz ember lesz, vagy rossz vállalkozó lesz, hanem nem kapja meg azt az extrát. Tehát nem rossz, nem, tehát attól, hogy agyalsz, attól még nem megy tönkre a céged, hanem én arra akartam felhívni a figyelmet, hogy van egy extra. És akkor szoktam ilyen provokatívan felhívni a figyelmet, amikor a mainstream média eltiltja tőled ezt a dolgot. Tehát gyakorlatilag most, aki nem konditerembe jár, az nem ember.